Fogynak a fordulók, de még szinte minden kérdés nyitott a megyei első osztályú bajnokságban. A 24. fordulóban az Éllovas Nagyecsed a Kisvárda 2 otthonában nyert 3-2-re, az üldöző Nyír Gyula a Csengerben győzött 2-0-ra. Az Ivrány Baktól Urántházáról vitt el a 3 pontot 2-1-es sikerével, a Máté Szalkai MTK pedig Tiszavasváriban nyert 3-0-ra. Egy-egy gól született a Tiszakanyár Fehérgyalmat találkozón, a Nagyhalász Balkány mérkőzésen pedig egy találat döntött a hazaiak javára. 2-1-es hazai sikerrel ért véget a Tarpa Gyulaháza mérkőzés, a Mándok Vásáros Namény meccs pedig 6-2-es vendéggyőzelemmel zárult. A tabella élén a Nagyecsed áll 49 ponttal megelőzve a 48 pontos Nyír Gyulajt. Az egy meccsel kevesebbet játszó Ibrahimnak 46 pontja van, majd két 44 pontos csapat, a Mándok és a Nagyhalász következik. Az alsó régióban a 25 pontos Máté Szalkai MTK némi levegőhöz jutott, a kieső helyeket pedig a 22 pontos Csenger, a 20 pontos Gyulaháza és a 11 pontos Tiszavasvári foglalja el. A 25. forduló párosítása a következő, Vásáros Namin Csenger, Máté Szalka Mándok, Nagyecsed Nagyhalász, Baktalórendháza Tiszakanyár, Ibrány, Nyír Gyulaj, Gyulaháza Tiszavasvári, Balkány Tarpa és Fehérgyarmat Kisvárda 2.